Elfogtak egy férfit Németországban, akit azzal gyanúsítanak, hogy iszlamista merényletre készült. A 32 éves iráni férfit Észak-Rajna-Vesztfáliában, Castrop-Rauxel városában vették őrizetbe terrorellenes nyomozók. Miután a lakásán ciánt és a biológiai fegyverek egyik hagyományos hatóanyagának számító ricint találtak. A házkutatás helyszínét nagy területen lezárták, a nagy erőkkel felvonuló rendőrök, tűzoltók és mentősök közül sokan védőfelszerelést viseltek. Az iráni férfin kívül még egy szemét előállítottak.